Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket a Politika Történet Intézet Úri utcai Történészestek című beszélgetés sorozatán, ahol történészekkel beszélgetünk pályájukról. Magam Csunderik Péter vagyok, az LTBTK oktatója és a Politika Történet Intézet tudományos munkatársa. Ma este vendégünk pedig Jeszeszky Géza, történész, az Antal kormány külügyminisztere, későbbi washingtoni, majd ugye oszlói nagykövet, és hát vele fogok beszélgetni pályájáról, történészi karrieréről, de hát az Elveszett presztízs című mű szerzőjével nyilván azért szeretném megmutatni, hogy mit gondol napjaink Magyarországának nemzetközi presztízséről, és egyáltalán azt, hogy egy politikus, éppenséggel külügyminiszter tud-e okolni a múltból, tud-e tapasztalatokat és inspirációkat meríteni korábbi diplomáciai történetből. Köszöntelek téged, Géza! Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy miként indult a pályád? Ki volt az, aki számodra inspirációt jelent, hogy egyáltalán a magyar múlttal, a történelemmel kezdjél foglalkozni? Hát azt mondhatom, hogy engem a történelem, a magyar történelem inspirált. Egyrészt 1941-ben születtem, második világháborúban, három évesen éltem át az ostromot itt a Krisztina körúton egy pincében, majdnem belehaltam itt egy kapott betegségben. Tehát, és utána pedig történt egy rendkívül izgalmas és fájdalmas időszak. Ugye a 45 és 47 között folyt egy küzdelem a demokráciáért, egy szabad Magyarországért, amiben sokan reménykedtek, hogy megvalósítható. Ezt eszméletem, mert egyidős volt ez a folyamat, és már a 47-es választásra, kétszírulásra, úgy már emlékszem otthoni beszédekből is, úgyhogy előtte vannak plakátok, az már lehet, hogy csak a 49-es, de az már nem volt plakátharc. Szóval, tehát egyrészt az a kor, amikor én felnőttem, és aztán hát nem utolsó sorban az, hogy 15 évesen budai srácként tanulja, és hát szegény részvevője volt a magyar forradalomnak, ez már önmagában végül is elég arra, hogy valakit a történelem nagyon megfogjon. És akkor volt egy másik tényező, a családi hátterem. Anyai nagyapám, Miskolci Simon János, Nógrád megye főlevéltárnoka volt, aki az első világháború egyik első csatájában Lembekben lett. Ugye ő hősi halált halt, és az ő könyvtárát és történelmi könyveit a nagyanyámtól már iskolás, kisiskolás koromban megkaptam, végigolvastam egy négykötetes magyar történelmet, ezem a Hómaszekőn, Szalai Lászlónak egy átalakító, átdolgozott munkája volt. És tehát ez a másik, ami indít el. És akkor még a harmadik, szintén a családi háttér, szoktam mondani, hogy a négy nagyszülőm közül három, tehát ott említett Miskolci Simon nem, de a másik három a mai magyar határokon kívül született magyar anyanyelvüként. Hát tehát a Trianon. Úgyhogy egész kis gyerekkoromban már hát szembesültem, hogy hát mi történt a Trianonban, ennek mennyi igazságtalanság van ebben. És hát, hogy ez miért történhetett meg, és aztán már kicsit nagyobbként, tehát még akkor sem a történészi tanulmányaim során, de azt mondtam, hogy 1848-49-ben a világ nagy-nagy rokon szembet mutatott Magyarország a magyar ügy iránt, és azt kerestem magamban, hogy hát hogy lehetett ebből egy olyan igazságtalan szerződés miatt. Tehát ez volt nagyjából, ami indított. A középiskolai történettanárod Antal József volt. Hát aztán ugye ez szinte közismert, és ellen nem is kell mondani, de hát ugye Kuzinkai Géza is oda járt, mert csak két évig, ugye, jól emlékszem. Tehát én viszont, hát persze én is két évig, mert Antal csak 57 tavaszán büntetésből helyezték át az ötvösből a Poldiba, tehát szűk két évig volt az osztályfőnökünk, de hát ez valóban meghatározó volt. Még annyiból is látszott, hogy addig tengődő köztem szakkör egyszer csak az ő belépés után pár héttel, hónappal százas létszámúvá vált, és kezelhetetlen. Tehát mert a másik két párhuzamos osztályból is mindenki történelmet akar tanulni, hát nem folytatott történésznek menni. Tehát nyilván ez is hozzájárult, de én inkább azt mondanám, hogy a történelmi szemléletemhez és a
politikai felfogásunkhoz nyilván meghatározó volt Antal, és pláne annak, én nem is azt mondanám, ami szintén elég közismert, hogy mi 59-ben érettségiztünk, és hát jóval később 66-ban Antal unokahúgát feleségül vettem, de ami kettő között volt, ő, hát Antal szívesen tartotta kapcsolatot a holdiákjaival, aki ezt igényelte, tehát sokan igényeltük, úgyhogy nekem az érettség után is folyamatos volt a kapcsolatom vele, és hát nyilván ez még tovább erősítette az én politikai felfogásomat. Hát persze aztán az is, hogy két évig a munkásosztály tagja lettem, mert Antal József osztályát, Benke Valéria alkottatási művelési miniszter eltiltotta a továbbtanulásról. Ellenforradalmár tanárnak, ellenforradalmár osztálya, rossz hatással vagyunk egymásra, majd a termelő munka, az majd talán meggyógyít bennünket. Úgyhogy én két évig segédmunkásként dolgoztam, amit egyáltalán nem bánok így, pláne utólag, mert a munkát azt meg kell becsülni, a fizikai munkát különösen, és a társadalmi ismereteket is, szóval nem egy budai középosztálybeli millőt, hanem azt a légkört, amit pár a pénzegnyomdában, jó, hogy egy elit munkásosztály, de mégis. Szóval úgyhogy ez is nagyon fontos volt az én egész gondolatvilágon kialakulásában. És végül is hát az, hogy a 61-ben pedig sikeres felvételi, sok mindenki ajánlott, én jártam egy ilyen előkészítő tanfolyamra is, Diószegi István neves történész lett, akkor még egy fiatal tanár volt, ő is melegen ajánlott, szóval nem lehet tudni, hogy miért a Priuszom ellenére végül is 61-ben fölvettek történelem angol szakra, és ezt külön hangsúlyoznám. Ketten voltunk ezen a szakon, angolul nem is nagyon tudott még az akkori ifjúság, és hát ezért ez egy meghatározó dolog volt, hogy én nem csak akkor tanultam, már tudtam tűnhetően angolul, hanem ez is hozzátudjuk még a történethez, hogy apám jogi végzettségű, nagyapám ügyvéd volt Nagyszent Miklóson, tehát mai Romániában, apám pedig nagyon fiatalon a Magyar Általános Hitelbankhoz, tehát a finanztőke vezető intézményéhez került, és hát ott pénztárosból lett végül is cégvezető, majd igazgató, és antináci volt világát, akkor, amikor ez a nem volt egy általános, és 47-ben, amikor iskolába kezdtem járni, akkor az újjáépített palaucai angol-magyar iskolába iratott be. Ez egy magániskola volt, egy év után meg is szüntették, úgyhogy a Miss Margótól és a kollégáitól kezdtem angolul tanulni, és aztán hát különböző angol tanárokkal jutottam oda, hogy a angol felvételim már azért az is hozzájárult a fölvételemhez, az angol tudásom. Milyen volt az 1960-as években a történelem szak színvonala, és általában a bölcsészkarnak a színvonala, hiszen akkoriban már több nagyon jó képesség és nagyon kedvelt oktatót is távolítottak az egyetemtől, még például Hanák Pétert az 1956-os szerepvállalása miatt, és alapvetően akkoriban az volt a jellemző, hogy a történettudományi intézetben helyezték el mondjuk így a részben a jobb történészeket, részben a rendszerrel nem feltétlenül kompatibilis szereplőket, mint amilyen később Szabó Miklós is lett, és hát, hogy amennyire tudom, a bölcsészkarom inkább a vonalasabb, és a kevésbé képzettebb, kevésbé nyitottabb, kevésbé korszerűbb szemléletű oktatók maradtak, néhány kivételtől eltekintve, mint Szabó György, aki már nagyon fiatalon is egy tanár egyéniség volt. Igen, hát azért is említettem az angol szakot, mert miközben a történelem volt a fő érdeklődési területen, tehát és tanárért, mint is az már középiskolás koromban is tetszett a tanári pálya tanítás lehetősége, és hát említettem, hogy az angol révén azért sokkal tájékozottabb tudott lenni az ember még a 60-as években is. Az Országgyűlési Könyvtárban nekem is szabadból született a Marxism Today folyóiratot olvasni, hát persze sok kiadványt ott találkoztam először azzal, hogy hú, hát ezt a könyvet is olvasnám, hát ott volt, hogy zárult kiadvány, úgyhogy hát ezeket nem olvashatja az ember. Ez még egészen a 70-es évek végén is így volt, szóval a zárult kiadványokat csak a rendszerváltozás szüntette meg, legfeljebb könnyebb volt hozzájutni. Tehát én már akkor ugorva egy kicsit előre, tehát amikor a
Széchenyi könyvtár munkatársa lettem, ezt még érinteni kell azért, majd akkor azért a bejövő nyugati könyveket át tudtuk lapozni, olvasni, vagy egy-egy éjszakára hazavinni. Úgyhogy itt is megvan az angol, és hát persze a külföldön megjelenő magyar kiadványok révén is a tájékozottságom nagyon megnőtt. Majd pedig, mikor egyetemi oktató voltam, akkor futószalagon adtam a diákjaimnak az engedélyeket, igazolásokat, hogy a zárott kiadványokat olvashassák. Tehát vissza az egyetemre. Hát a történelem, mondom, érdekel, de az angol szakon sokkal apolitikusabb volt a légkör. És ezt én nem titkolom, és remélem, nem bántom meg a kortársaimat, akik persze többségük két évvel fiatalabb volt, mint én, mert tehát a két év segédmunkásság miatt. De a történelem, ugye tudják mindenki, vagy meg is a titlevő nemzedék, hogy egyetemeken volt egy állami beosztás a csoportok, és volt a KISZ alapszervezet. Akkor már mindenki KISZ tag volt, tehát én a munkahelyem kényszerűségből, de portugizisból, ha jól tetszik, belégtem a KISZ-be, és jó érzékkel az angol KISZ alapszervezetbe értem való, hogy oda csatlakoztam, és láttam is, hogy a kollégáim történelem alapszervezetben egymást marják, önkritika, stb. Szóval ez 61-ben van, 62-ben, úgyhogy ijesztő volt, tehát velük nem is voltam olyan közeli barátságban, tehát a baráti köröm az egyetlen belül az angol szakon volt, pedig hát nagyon később igazán nevesek, mondható történészek voltak a évfolyamtársaim, mint Benda Gyula, Slett István, Bence György, vagy akár Hamburger Misi. Úgyhogy, de hát ezek, azt kell mondanom, hogy kivétel nélkül, ha valamennyire megérintette őket a marxizmus, akkor legkésőbb 68 után kiábrándultak. De csak azért jellemző, hogy a diákság légkör is azért tehát nem volt igazán biztató. Még egyet szoktam emlegetni, hogy az angol szakon egyik kollégám, vagy kolléganőm volt Bíró Erzsi, aki akkori külkereskedelmi miniszterlánya volt, de kollégám volt Szegedi Maszák Mihály, a Washingtonban 47-ben a kommunista hatalom átvétel ellen tiltakozásként lemondott magyar követnek az unokaöccse. Hát ő is utólag bevallott, hogy mindenki mérlegelte egymáshoz, miért nézegelte, hogy hát ezt hogy vették föl. Volt ott persze Pákisztón díjas is, aki persze elég hamar kibukott, egyébként Kertész Ákos író volt. Szóval ez is vegyes társaság volt, de ezzel együtt ott jól éreztem magam. Na most a fontosabb dolog a tanárok. Hát ugye nagyjából elmondható az, hogy mennél közelebb kerülünk a jelenhez, annál inkább ügyelt a hatalom arra, hogy ott megbízható elvtársak tanítsák, és nehogy megmérgezzék a fiatalokat. Az ellenkező véglet pedig, hogy ókor, középkor, hát ott el lehetett valaki, akinek hát ilyen bolgári csökevényei voltak, vagy hát nem is volt pártag. Úgyhogy az első benyomásai nagyon jók voltak, persze a tanárokról, ókort Hán István professzor tanított ő, és hát ő Kákosi volt egyik az első szeminárium, és akit még említenék föltétlenül, de már több nevet nem is akarok igaztalan lenni, de tehát ő az első benyomások jobb voltak, középkorban is Sinkovics István, aki ugyan minden előadását úgy kezdte, hogy kedves elvtársak, de más vonalasság nem volt az ő előadásában. Hát persze nem voltak ezek politikailag kényes kérdések. És amit előbb említettél, azt megerősítve mondhatom, hogy hát ez eléggé közismert volt, hogy az egyetemekre ügyeltek azért, hogy aki hibázott, vagy kiábrándult a kommunista ideológiából, azok kerüljenek ki, azok nehogy megfertőzzék a fiatalságot, és azok akkor elsősorban ilyen mondjuk múzeumokba, könyvtárakba kerültek, és ezzel később a Széchenyi könyvtár munkatársaként találkoztam. És hát akkor, hogy vegyük följebb, hát akkor már ő már említettet Szabad Györgyöt, ő neki nem csak nagy tekintélye volt, hogy ott semmi olyasmit nem tapasztaltunk, ami valamiféle kompromisszum vagy opportunizmus.
kommunizmus lett volna, de az egyetemes, ugye én mint angol szakos is azért inkább az egyetemes történelem felé vonzódtam, és ezt tekintettem fő területnek, témaválasztásnál és személyelmi dolgozatoknál is angol szakirodalom alapján vállaltam témákat, ugye, de itt érdekes, tehát a legújabb kori, új és legújabb kori egyetemes történeti tanszék, Zsigmond László volt a vezetője, hát ő régi kommunista, hát most nem tudom, hogy ő cionista volt, de azért igazán legbelsőben zártól képzelni, mert a lánya az angol szakos kollégánk volt, és Gábor fiával jelenti elég jó viszonyban voltam, aki aztán Izraelben vált ismert történésszé, és aztán a Yad Vashemnek volt, vagy maradt a munkatársa. Tehát minden esetre ott ő nagyon nehéz volt a légkör, pedig hát én mindig egyetemre szerettem volna menni, tehát történészként, és hát az a angol szakosként ez a tanszék tűnt a legposzibilisebbnek. Ott volt egy kiváló tanárunk, Urbán Aladár. Az is azért jellemző, hogy az első dolgozatot, amit hozzáírtam, túl jónak találtam. És azzal gyanúsított, hogy én ezt biztos fordítottam le valami külföldi tanulmányból. De aztán bevont ilyen forráskodások, úgy, hogy ezt később helyenlítte, hogy a saját fejemből dolgozom. Ami nem akarok nagyon belemenni, mert idő szorít, de azért mennyit el kell megmondanom, és ez kapcsolódik Antalhoz is, hogy Antal rengeteg jó tanácsot adott nekünk, kezdve a középiskolai fegyelmi tárgyalást és a további években is, és hát arról beszélgetve vele, hogy akkor már ugye részben családtag lettem 66-tól, de hogy mit lehet elérni az én nevemmel, hátteremmel, múltammal, ő találta ki az, hogy hát foglalkozom Afrika történetével. Hiszen ugye a 60-as évek Afrika évei, a gyarmatok felszabadulása, és hát ugye az angol gyarmatokkal, hát nyilván források és a téma, ugye, hogy angol nyelven, és ez nagyon megtetszett nekem, úgyhogy magam is azt gondoltam, hogy talán ezen az úton lehetek én cégbeli hivatásos történész. Indult is egy kurzus, Sík Endre korábbi külügyminiszter is volt, washingtoni követ, Szegedi Maszák után. Ő tartotta ezt, egy bizonyára egy idealista ember volt, de nagy csalódás volt, mert a Fekete Afrika története, két kötetes kötet, hát ez egy olyan gyenge munka, amit ő írt, még nagyjából a második világháború alatt úgy hallottam, úgyhogy minden arról szólt, hogy a imperialista mesterkedések hogyan gátolták az afrikai népeknek a szabadságmozgalmát, stb. De ettől teljesen függetlenül ő persze itten mindig azt mondta, hogy hát Jeszenz Kirásztárnak, hogy túl sokat tud, nem kell ennyit olvasni, nem kell ennyit írni. Szóval ettől függetlenül nem jött létre Afrika tanszék. Kaptam egy szerény, ilyen óvatos beszervezési kísérletet, amit elhárítottam, úgyhogy itt állás nem nagyon kínálkozott az egyetem elvégzése után, és most a részletekben nem megyek be. Örültem végül is, hogy kitüntetéses diplomásként, vörös diplomát kaptam, és hát megsúgták a dékániban, hogy lesz három tanári állás, amit írnak Budapesten, mindössze három. Igaz, hogy a már mint angol szakra, de angol és orosz szakot. Hát ugye én is tanultam oroszul elég sokat, nem tudtam igazán jól, és nem beszéltünk oroszul egyáltalán, de hát egy nyelvszakos tanár elvállalhatja, hogy így a Fehérvári 10 számú, 12 évfolyamos iskolába kerültem, és ott angol tanítottam általános iskolai szinten, 5. osztálytól volt egy gimnáziumi osztályom, és hát történelmet is egy vagy két osztályban tudtam tanítani. Ez is hasznos volt, inkább nem, hát tanárnak készültem, hát tanári pálya az, ennek az ott lesz az oldalát is ismerni, és két év után Szabad György, akivel hát szintén megmaradt a kapcsolatom egyetem után is, ő fölhívott telefonon. Ezt külön kiemelném egyébként, hogy Szabad egy olyan tanár volt, aki a diákokat teljes mértékben bevonta a
barátságával. És hát amikor már végeztem, ugye akkor is hát egy volt diák, azért hát ő nem nagyon akarja, hogy, vagy nem tudja magát átprogramozni, hogy tegezze a volt tanárát, és akkor ő nem csak nekem mindenki mondta, hogy igen, mond Gyuri, Gyuri, vagy a Gyurkának is. Szóval ő fölhívott, hogy a Széchenyi könyvtárban keresnek egy történész szakkatológus megszakozásra, tehát történet a könyvek osztályozásához, és hát ezt én örömmel tettem, mert azért ő nem lebecsülve a tanári munkát, sőt nagyon is értékelve, akik akár általános iskolában tanítanak, de hát az én történészi ambícióimhoz az iskolai tanárság és azzal járva elfoglaltság az nem volt annyira vonzó, és akkor már úgy bennem élt, sőt, hát ugye a egyetem elvégzése után rögtön elkezdtem egy egyetemi doktorátuson dolgozni, és a szakdolgozatom az az említett módon Kelet-Afrika gyarmatosítása volt. És ebből mentem tovább, és 61-ben vagy 71-ben védtem meg az egyetemi bölcsészdoktori disszertációmat, ami a gyarmati kérdés az első világháborúban és a párizsi békekonferencián volt. Tehát ez az afrikai érdeklődésem azért mai napig is valamilyen módon megmaradt, és ez pedig már egy nagyon jó út volt, nem csupán az egyetemes történet műveléséhez, hanem az én gyerekkori témámhoz, Trianonhoz, mert amikor a párizsi békekonferencia amerikai kiadású jegyzőkönyveit, a híres PPC-t olvastam végig a Széchenyi az országgyűlési könyvtárban, akkor azért hát én bizony mindenütt, minden kötetben megnéztem, hogy mit találok ott magyar vonatkozású témát, és azért elég sokat találtam, úgyhogy ez már veszett végig is a későbbi témáimhoz. Ja. Lényegében ezt követően te Halák Péter aspiránsa lettél, egy aspiránsi ösztöndíjat kaptál, és azon akkor dolgoztál a következő munkádban, lényegében ekkor kapcsolódtál be a Történettudományintézet munkájával. Így van, de azért, ha röviden is azért az átmenetet azért el kell mondani, tehát 66-ban végeztem az egyetemet, és a Széchenyi könyvtárban egy szakka, egy kutatói napot kaptam, ez volt ugye egy én ambiciózusabb embereknek a privilégiuma, és ezzel a feltétellel léptem be. Egyébként külön kiemelném Sepestjén Gézát, aki a főigazgató jóboró magda helyett az egész könyvtár vitte, és egy kiváló ember volt minden szempontból. Ő könyvtárban egyébként kiváló történészekkel is együtt dolgoztam, vagy találkoztam. Berlász Jenőt említeném meg, aki a Századoknak volt a főszerkesztője addig, amíg 47-ben távolították. Kemény Gé Gábornak az iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez kiadványaival én is bekapcsolódtam források kutatásával, fordításával. És hát a kézirattárban Bindis Éva, szóval sok kiváló ember volt a könyvtárban. És a könyvtár azért lehetővé tette számomra az ambíció felé haladást, tehát nem csak az, hogy keresek egy témát, amiből hát majd egy kandidátusi dolgozat is megszületik, hanem egyáltalán, hogy a történész szakmába részt venni. Az első publikációm az 66-ban, tehát egyetem utolsó évében jelent meg, ezt csak azért említem, ez még az Afrika témából a nagy tülekedés, Afrika felosztása ez volt, de ami háttérérdekes, hogy Antal József jó viszonyban volt Vásárhelyi Miklóssal, aki éppen akkor került ki, vagy nemrég került ki a börtönből, és hát neki kellett ugye állást adni, úgyhogy ő az Élet és Tudomány folyóiratnak a, ami nem volt talán történelem, ismeretterjesztő, szóval valamilyen rovatnak volt a vezetője, Antal beajánlott, és így jelent meg 66-ban az első publikáció. Ezt követően pedig hát én valamikor így jelentkeztem a Történettudományintézetben, illetve a Századoknál, úgyhogy az egyetemi elvégzéstől kezdve, talán hamarabb is angol nyelvű külföldi folyóiratokat ismertettem a Századokban, és könyveket a Századokban, a Világtörténet folyóiratban, a Valóságban, úgyhogy most előkerült, hát van nekem egy saját publikációs jegyzékem, úgyhogy 70-ig már azért jó pár tucat, vagy nem, szóval
két tucat biztosról, hanem több ismertetése vagy publikáció jelent meg, tehát szakmai folyóiratokban, és ha nézem a listát, hát kiváló könyveket olvastam el és ismertettem. Úgyhogy tulajdonképpen a történészi formálásban ennek az volt a jelentősége, hogy nem az volt, ami talán a észszerű vagy kézzelfekvő út, hogy hát embernek van egy témája, aztán se talál egy másik témát, azt ahol beleolvassa magát, járt ennyi cédulát, aztán meg is írja, hanem egy ennél szélesebb spektrummal is megtettem meg, ismertetések révén folyamatokat olvasva, és hát így váltam már a történész szakma egyik részében ismerté. Hát ugye Pamlényi Ernő volt a főszerkesztő, ő mindig engem eltársazott, én főszerkesztő urasztam vissza. Ezt Antaltól tanultam egyébként, aki erre tanított bennünket, hogy az elvtárs szót csak gúnyos értelemben szabad használni. Úgyhogy, és hát ő, amikor még a Széchenyi könyvtárban találtam rá tulajdonképpen erre a mai napig is aktuális témára, és ott fogalmaztam meg magamban, nem csak az, hogy hát hogy jöhetett létre Trianon a 48-as népszerűségből, hanem ugye akkor találtam még a olvasmányom során, hogy azok, akik a angol részről a trianoni békeszerződésben jelentős szerepet vittek, azok most már valamennyire ispert név, már nagyon szélesebb körben, Scotus Viator, vagy R.W. Seaton Watson, és a valamivel kevésbé ismert Times tudósító Wickham Steele. Mind a ketten nagy magyar barátokként ismerkedtek meg Magyarországgal, és hát ez volt már izgalmas számomra, hogy nem csak 48-49-ben, hanem 1903-ban, Angliában mennyire népszerű volt még Magyarország. Az osztrák-magyar monarchián belül már később találkoztam már aztán a bizonyítékkal, olyan cikkek, fújolott cikkek jelentek meg Angliában, hogy igenis kívánatos vagy elfogadható az, hogy a monarchia változzon meg, legyen belőle egy magyar-osztrák monarchia, Budapest legyen a központ. Ez nem lett ez az angol külpolitika fővonala, de mindenképpen megjelent. Tehát így találtam ki ezt a témát, mint egy leendő kandidátusi témát, és hát jelentkeztem aspirantúrára, amit hát csak az idősebbek tudják, ugye mi volt, hogy ez 3 év tulajdonképpen ösztint így jelentett, tehát az embernek nincsen egy napi 8 órás munkahelye, hanem egész teljes időben kutat, és ennek egy része volt, és szerencsére az én esetemben meg is valósult, hogy egy fél éves tehát akadémia által finanszírozott külföldi ösztöndíj. És ezt tette lehetővé az, hogy az itthon már átrágtam magam minden napja. Tehát ugye a témám ugye azért időben szűk volt, 1894 és 1918 között ugye Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában, ez a tudományos címe az elveszett presztízsnek, hiszen Kossuth, azzal kezdtem, hogy Kossuth halála nagyon nagy visszhangot váltott ki Angliában. Számos cikk értékelte, ez már kritikusan, de alapjából a pozitívan értékelte. És akkor jöttem rá, hogy ezután még inkább felfutott Magyarország népszerűsége és ismertsége. Én persze bizonyos feltételeket elvártak Magyarországtól, hogy a magyar, tehát ezt nem menjünk bele, mert ez már szakmai kérdés, erről talán más helyen is hosszabban szívesen beszélgetek, de tehát így az már világos volt számomra, még távolról is, hogy Hanák Pétert szeretnék fölkérni aspiránsvezetőnek, egyrészt az ő műveltsége, íráskészsége, és hát egy kiváló hosszú tanulmánya, hogy angolul született meg, de aztán magyarul is megjelent, hogy Magyarországon osztrák-magyar monarchiában túlsúly vagy függés. Úgyhogy engem eleve a dualizmus kora is érdekelt a legjobban a magyar történelemből, és hát annak is az utolsó időszaka, az a megszisztáztatásért, hogy amikor Sugár Péter szerkesztésében megjelent 90-ben egy angol nyelvű Magyarország történet, ami már nem a marxizmus jegyében született itthon, abban én kaptam meg a 1890-től 18-ig terjedő szakasz megírását, tehát egy történelmi szintézist írni angol közösség számára, ez is egy nagyszerű iskola volt, és hát azért
erre nagyon sok, minden szempontból rengeteget köszönhetek Szolnák Péternek. Most a többi egyetemi oktatóm azt említetteket, vagy akár nem említettetek, kellettem a Gerincs Józsefet említeni a segédtudományi tanszékről, aki nagyon szigorú és nagyon tudású, nagyon jó nevelő volt. Még említeném Lederer Emmát, aki egy historiográfiát tanította. Akkor már azért a történészek is már kis cinikusak lettek, úgyhogy nagyon derülten hallgattuk az ő előadásait, Szegfőről, miket mondott meg, stb. Tehát az egyetemi, tényleg őszintén hálával emlékszem sok tanáromra, de Szabad György mellett ugye Hanák volt, aki legnagyobb hatást gyakorolt rám, és különösen az, hogy ahogy hát ő elvállalta először is azt, hogy meg kellett mondanom, hogy nem az első menetben vettek föl, második menetben azért nem volt olyan könnyű bejutni, tehát nem csak a tudományos teljesítmény számította most pillanatnál. De hát szóval bejutottam, és ez nekem nagyon jól jött így, és elégedett vagyok visszamenőleg is. És szóval a Hanák Péternél azt emelném ki, hogy hihetetlen, nem csak tájékozott volt, hanem hihetetlen szelleme volt. Először is rögtön ráhangolódott az én témámra, pedig ez eredetlenül nem volt ez hozzá közben, sokkal inkább ismerte, hogy az osztrák gondolkodások párhuzamot, a Bécs kultúráját, stb. De úgyhogy inspirálni tudott, és mindig rátapintott arra, hogy ebben a kérdésben, én mind beszámoltam neki, hogy hát most itt végzek, ezt olvastam, stb. Jöttem a kérdéseimmel, és ezekre választ adott, és további ötleteket adott, úgyhogy ezt szeretném itt is elmondani és kiemelni. A kutatási idején kerültél kapcsolatba Péter Lászlóval is, aki 1956 után Nagy-Britanniába emigrált, és ott futott be egy történészi karriert, mint alkotmány és jogtörténész, aki szintén ugye, sokat foglalkozott tehát az osztrák-magyar monarchián belüli Magyarországgal, illetve annak egyébként nyugati megítélésével. Hát nagyon jó, hogy ezt említed, mert akár átsiklottunk volna könnyen Péter Lacin, mert ha itt el a magyar történetírás, a Magyar Tudományos Akadéma helyéről beszélünk, akkor ebben csak érintőleg se jött be. Igen, 1964-ben, még Hruscsov bukása előtt volt ugye egy kis liberalizálás. Lehet egy nyugati útlevelet kérni, turista útlevelet, és hát mint angol szakos, aki persze hát szeretett volna élőben is találkozni az angol nyelvvel, kultúrával, rögtön kértem egy útlevelet, és hát némi kaland után, mert az angol vízummal nagyon gondjuk voltak, mint a magyar útlevéllel, tehát 64 nyarán 10 hétre kimentem Angliába, ebben egy apám régi kollégáitól, rokonok, sőt egy vátomésbe bevart családi 30 dollár is segített, hogy 10 hetet töltsek Angliába. Úgyhogy, és hát mielőtt kiutaztam, már említett Benta Gyula kollégám, akivel egy nem nagyon mély, de jó barátinek is mondott, hogy viszonyban voltam. Ő mondta nekem, hogy hallottam Angliában, Londonban egy magyar történész, Péter László, és hát ezt apja Benta Kálmár évén ismerték ő személyesen is, úgyhogy ajánlott hozzá, el is mentem hozzá, és hát nem csak hogy olyan barátiak fogadott, hanem egy nagyon mély, az ő haláláig tartó barátság. Egy szakmai barátság és azon túlmenően közös gyalogtúrák és eredőtúrák a Kárpátokban, és hát hosszú-hosszú beszélgetések. Ezek azért is hasznosak voltak számomra, mert teljesen egy mondjuk hullámhosszon. Tehát ő a 60-as évek, tehát ő McCartney tanítványa volt, ami számomra egyfajta garancia is volt, hogy hát jó iskolája volt, hát persze, hogy Magyarországon végzett, azt is hozzá kell tenni, hogy azért ment elő, történelmi levéltár szakos volt, és a forradalom napjaiban a belügyminisztériumba ment a forradalmi tanács megbízásából, hogy nehogy itten az iratokat megsemmisítsék és fölmérni. Hát jó érzékkel a forradalom levelése után elmenekült, mert hát ez halálos bűn is lehetett volna, amit végzett, vagy amit akart végezni, mert végezni nem sokat tudott.
De ezzel együtt, tehát őtőle egy a magyar nacionalizmust nagyon kritikusan szemlélő, vagy szemléletet találkoztam, és én még vitatkoztam vele, hogy igen, hát 1790 10. törvénycikk alapján azért Magyarország az egy független ország volt jogilag. Hát ő megmagyarázta, hogy ez nem így van, meg a Szent Korona így úgy, szóval az ő főműve a Szent Koratan használata volt a dualizmus időszakában, The Doctrine of the Holy Crown, és de hát én nem mondom azt, hogy én kicsit azért visszavittem én a mi magyar hazai gondolkodásunkba, hanem egy nagyon kölcsönös, de mindenképpen számomra rendkívül hasznos és tanulságos ismeretség volt, ami az évek során egyre mélyebb lett, és fönnmaradt akkor is, amikor a 70-es évek elején kitiltották Magyarországról. Ő elég hamar, ugye vízumot kapva, és talán azért is, mert a ember nem tudom, hogy Berenté Iván és Ránki mennyire segítette, azt hiszem, hogy szerepet vitt, mert ugye a magyar történetírás akkori vezető egyéniségei innen az intézetből, azok már a 70-es években, utána a 60-as évek végén is egyre többet jártak külföldre, egyre szorosabb szakmai kapcsolatokat építettek ki, ugye hát a Ránki egy rangos nemzetközi pozíciót is kapott, és hát így kerültek kapcsolatba Londonban Péter Vászlóval, aki gyakorlati segítséget is tudott nyújtani, és hát nyilván ők is kiszorozták, amelyre lehetett. De Péter Lászlónak megvolt az a rossz tulajdonsága, hogy azt mondta, hogy egyrészt, hogy be kell lépni a pártba, mert belülről lehet a rendszert föllazítani. Ezt sokan vallották, én ezt nem vallottam, de ebből nem vett közöttünk vita, és nem is ez volt az ő lényege, hanem hogy viselkedjünk úgy, minthogyha itten egy valódi demokrácia lenne, és nem egy népi demokráciában élnék, és ennek egy jó példája volt, hogy bélyeget kellett ugye venni külföldre küldő, vagy abban mindjárt levélhez, ment a trafikba, és kért bélyeget, tudom, egy képeslapra. És kérdezi a trafikos, hogy demokratikus országban? Demokratikus országban megy, hogy ne? És akkor aztán vagy elküldte, hogy azért hát Angliában. És akkor a trafikban, hát ez az nem demokratikus ország, és erre Péter László kioktatta, hogy hát az nem demokrácia. Szóval ő itt nem vigyázott a szájára. Úgyhogy annyira sok szabadon beszélt, hogy a végén egyszer az volt, hogy jött újra Magyarországról, hogy az országgyűlési könyvtárban a parlamenti naplókat tanulmányozza. Ott volt a vízum, benyújtott útlevelét, kapott rá egy pecsétet, érvénytelen, mars ki, vissza. Úgyhogy rögtön meg sem állt Zágrábig, mert Zágrában ugyanúgy megtalálta ezeket a parlamenti naplókat. Aztán pár év múlva éppen a említett magyarországi neves történészek mégis elérték, hogy újra engedjék. Hát én pedig 1971-71-ben jutottam ki újra Angliába, és akkor ott már saját pénzemet, ott már a nagy témához is kutatásokat végeztem. És Laci pedig, hát amikor lehetett Magyarországon volt, úgyhogy így mélyült el a mi barátságunk, és ő egy olyan, még annyit el kell mondanom róla, hogy ő is az a típus volt, aki elsősorban tanár. Tehát, és a nagy tudását hatalmas dokumentációban őrizte, megfektette le, de igazából véve, amikor már nyugdíjazták, akkor tudott neki rendülni, és akkor jelentek meg publikációi. Sajnos nem annyi, mint amennyi benne volt, de a tekintély a kortársai, és egyáltalán azban az intézményben, tehát a London Egyetem Szláv és Kelet-Európai Intézetében, hát ő egy nagy név volt, nagy tekintély volt, és hát az ő révén ott nagyon sok kiváló történésszel is és szoros kiszörbe kerültem, csak egyetemételek meg Norman Davis, aki ugye a lengyel történelmnek a legjobb ismerője, úgyhogy ő Laci révén mondjuk hát Angliában is sok szakmai ismerettsége volt, és tulajdonképpen McCarthy-t is, nagyon büszke vagyok, hogy McCarthy ebéd vendége voltam feleségem 1951-ben, és hát így ezzel a szememben is legendás történésszel, akiről mindig hangsúlyozott meggyőződéssel,
hogy nem úgy, nem igaz, hogy azt mondják, hogy a Seaton Watson volt a magyar ellenes és a McCarthy a magyar barát. Ezt maga McCarthy is cáfolta élő szóban, azt mondta, hogy Seaton Watson átlátott a magyarokon. Én meg átlátok az összes monarchia lépén, és hát valóban ő egy kritikusan nézte a magyar történelmet, hogy ezt mondjuk a 34-ben megjelent Hungary című munkája igazán igazolja. Ugyanakkor hát ő rokonszerv meg volt benne természetesen, és hát nyilván ennek volt a következmény, hogy 1943-ban Benesék intrikája révén letiltották a BBC-ről, ahol addig ugye talán nem olyan könnyen érthető, de magyar nyelven tartott nagyon érdekes eszmefuttatásokat, itt McCarthy elemért beszél ezzel. Szóval ő, tehát ő az én angol történészi kapcsolataim Lacin keresztül hát azért nagyon jelentősek voltak. Amikor olvastam A.G.P. Taylornak a Personal History című visszaemlékezését, abban írja, hogy a 1940-es években a második világháború idején a történészeket alkalmaztak arra, hogy valamennyire részben Németország, részben mondjuk Magyarország, tehát a szemben álló hatalmak történelmével megismertessék az angol politikai elitet, valamint tehát elsősorban a leendő megszállókat. Az A.G.P. Taylor ugye panaszkodik arról, hogy írt egy nagyon kritikus, 1941-ben írt egy nagyon kritikus osztrák-magyar monarchia történetet, egy Habsburg-birodalmi történetet, és annak alapján hát a fő inspiráció Károly Mihálytól szerezte, aki a nagyon jó barátságba került, és hát egy nagyon kritikus történetet írta, amelyben a magyar politikai elitet kritizálja alapvetően, hát részben Károly hatására. És hát ezt túlságosan kritikusnak találták egyébként a vonatkozó angol intézménynél, a Public Preferred Executive-nál, és hát lecserélték is. És McCartney kérték fel inkább, hogy egy empatikusabb történelmet írjon. Igen, hát ugye aztán McCartney is elérte a végzet, ugyanolyan, hogy ők meg túl magyar barátnak tekintették, hát ugye azt mondta, hogy egy független Erdély lenne a jó megoldás, mert itt nem lehet határozni, hát ez meg éppen hát ugye Benesiknek nagyon nem tetszett, szóval. De ha ezt említjük, hogy én ugye A.J.P. Taylorról is, ha nem szorosan, de azért nem csak, hogy ismertette a századokban a English History 14-45 című egyébként nagyon kitörő alapmunkáját, hanem hát engem is fölháborított ez a monarchia története, ami azért több kiadásban jelent meg. De hát A.G.P. Taylor egy rendkívül szellemes íróként is, meg előadóként is ez volt, és hát szóval nagyon izgalmas tézései voltak, még akár a második világháború eredetéről is. Hát, nem azt, hogy Hitler felmentette, de hát nagyon elmarasztalta más tényezőket. De Péter Laci, aki hát ő is hát tisztelte is, de kritikus volt, hogy erről a könyvéről, erről a Habsburg monarchiáról, azt mondta, hogy hát ő azt hiszem, hogy egy 150-es hibajegyzéket állított össze A.G.P. Taylor számára, hogy mik a ténybeli hibák ebben a egyébként jelvezetesen a könyvben. Aztán Magyarországra visszatérve, Juhász Gyula volt az, aki szintén egy nagyon fontos szerepet játszott a te pályádban. Ugye az 1980-as években te már a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanítottad a nemzetközi kapcsolatok történetét. Igen. Na ez hogy került? Hát ennek is megvan a hosszú, érdekes története, de csak ezt a leglényegesebb elemét. Tehát Juhász Gyulát itt az Történettudományi Intézetben ismertem meg, hát a munkásságát ismertem már persze korábban is, és hát jó viszonyban voltunk, nem olyan nagyon szoros volt, de itt volt abban időben egy ilyen nemzetéki elhatárolódás, tehát talán te is találkoztatnében volt, tudunk, de egy gyerekszoba. És abban nem csak gyerekek voltak, mert Litván Gyuli is benne volt, vagy legalábbis tiszteletbeli gyerekként, de tehát Varga János, Varga Jajó, szóval ezekkel voltam elsősorban kapcsolatban, és hát különben is én nem vagyok egy ilyen dörgölőcű típus, tehát az, hogy ott nagy nevek vannak, meg történészek, hát én örültem, hogy találkozom velük, de mondjuk nem kerestem különösebben. És hát Juhász Gyula is azért ugye egy idősebb generációhoz tartozik, de
Még azért mielőtt Gyuláról valamit mondanék, azt is hangsúlyoznám, hogy mikor aspiráns voltam ott, és az azt követő években azért rendkívül élvezetes volt és hasznos volt az, hogy éppen a intézet vezetése jó voltából, ahol hát Pak Zsigmond egyfajta elnyűn tartott, de hát Ránki György volt ott az igazára vezető, és hát egyrészt meg lehetett állapítani, hogy az intézetben készült könyvek azok sokkal szakmailag jobbak, ideológiailag nem, megfelelően ez a vörös farok ott van bennük esetleg, de tárgyalagosak, tehát nem. És tehát nagy kontraszt volt egyrészt a történettudományi intézet légköre és az egyetemek légköre között, másrészt pedig a középiskolai tanárok. Hát ugye én tanárként is részt vettem ilyen konferenciákon, meg már a 70-es években a TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban tartottam előadásokat, sőt a budapesti történelmi szakosztály elnökévé választottak, és hát nagyon sok előadást szerveztem és tartottam. De hát ott mondjuk itt én bevittem egy felvelemes utam légkör, de hát ott is sok történelmi vagy történelmi tanár tartott előadásokat, szóval látható volt, hogy a középiskolai történelmi oktatás azért még rendkívül vonalas volt. És nagy különbség volt azok tankönyvek szemlélete, hogy akár a egyetemeken dolgozó kollégák, munkái, öskei, ugye pártitkárok, stb. Voltak, és hát az intézetben dolgozók teljesítménye között. Most tehát Juhász Gyulát innen azért ismertem, és az aspirantúra leteltével visszatértem a Széchenyi könyvtárba, mondom, rendkívül jól éreztem magam a ottani légkörben, a kollégákkal, és rövidesen viszont Juhász Gyula jelentkezett nálam, hogy hát ő azt tudtam, hogy ilyen másodállásban a Marx Károly közgáz nemzetközi kapcsolatok tanszékén tanít diplomácia történetet, nemzetközi kapcsolatok történetét. Ott egy ülesedés volt, sürgősen be kell tölteni, és hát ő engem javasolt, és a tanszékvezető Hörsbei Ferenc, aki egy rendkívül vonalasnak mondható ember volt, ő sok mondhatnék rosszat is, tehát gondolom, hogy már valószínűleg nem érni, hogy mikor nem mondjuk róla. De hát szóval jól fogadott engem, én azt mondtam, hogy nagyon hát látta a kvalifikációimat, és én egyet kértem, pontosabban kettőt, hogy én nem vagyok pártag és nem is szándékozom belépni. Mondtam, hát az ma már nem kell, ezt mondta 76 őszén. És a másik volt az, hogy hát én nagyon kényes vagyok, hogy szakmailag történészként, ami a meggyőződésem és a tények megfelelő, úgyhogy én nem szeretnék 45 utáni történelemmel foglalkozni, pláne magyar diplomáciával. Hát ezt is elfogadta, nem is gondolt szerintem bele abba, hogy ez most mit jelent részemről, úgyhogy így aztán nyugodt lelkiismerettel merem állítani, hogy én a általam ismert igazságot tanítottam. Minden évben 30 körüli diákunk volt, ennek nagyjából a fele magas pártkörökből származó, vagy szóval a politikai elitből származó gyerekek voltak. A másik része az pedig vegyes volt, elég sokan jöttek lentről, különösen paraszti származások. Hát ugye volt egy ilyen aggodalom is a Kádár korszak második felében is, hogy azért túl sokan pártagok között az értelmiség és a kevés a munkás, kevés a paraszt, úgyhogy azt gondolták nyilván, hogy akit lentről fölemelnek, az nagyon hálás lesz ezért az emelkedésért. De a lényeg az, hogy legjobb tudomásom szerint engem a diákok közül senki sem jelentett föl az én meretek szövegeimért. Tehát mondjuk én nem lázítottam és nem mondtam azt, hogy kérem ez hazugságom, mert az országban folyik, de pláne a 45 előtti korszakban, pláne a második világháború, hát ott volt Ránki Györgynek a második világháború története, az azt mondja, hogy hát ő Katini gyilkosságot megemlíti, azt mondja, hogy hát tisztázatlan körülmények között. Hát ezt akkor már mindenki tudta, hogy ha tisztázatlan, akkor nyilván nem a németek ölték gyilkolták meg, hanem a szovjet hatóságnak. Úgyhogy, és hát ugye itt a
két háború közötti korszak. Szóval a lényeg az, hogy azzal, hogy 1815-től kezdve tanítottam a nemzetközi kapcsolatokat, ezzel úgy érzem utólag is, hogy olyan hitelem alakult ki, hogy amikor már az ilyen nehezebb, főleg hát 45 körül, vagy másik világháborús témák voltak, ott már a diákaim azt mondták, hogy amit én mondok, az, az ország az úgy van, és az az interpretáció, amit mondok, az is elfogadható. És aztán már a 70-es évek végén, vagy 80-as évek elején már a közgázonal légkör, hát nem azt mondom, hogy forradalmi volt, de rendkívül nyitott volt, hanem is minden találra volt érvényes. Úgyhogy akkor már szemináriumok, szakszemináriumok, szakkollégiumok léteztek, és akkor már ezt az önmagam elé állított 45-ös határt is átléptem, és hát Kelet-Európa története címen Juhász Gyulával, Fülöp Mihállyal, a fiatalabb történész volt, ambiciózus ember, ma is látható ez rajta. Úgyhogy olyan elhatásokat tartottunk, ami szerintem betekedett, ha nem ment túl azon a repülőegyetemen, amit például Szabó Miklósék csináltak. Az 1980-as évek második felében Fulbright professzor lettél ugye Kaliforniában, ahol Santa Barbarában tartottál. Miképpen jött ez a lehetőség, és miképpen láttad Kaliforniát, és miképpen tudtad mondjuk a magyar történelmet tanítani kaliforniai amerikai diákoknak? Igen, hát ez, nem beszéltünk össze, mi mindenről beszélünk, de ez a másik, amiért külön hálás vagyok, hogy ezt te felhozod, mert itt van bőven mondani való. Hát a háttere tulajdonképpen az, hogy a magyar részről ugye már ösztöndíjjal elég sokan mentek ki Amerikába. Igaz-e vagy nem, hogy a pártközpont döntött el, hogy ki mehet, vagy ki nem, ezt én nem tudom. De az tény azért, hogy azért nem volt könnyű bekerülni ilyen listákba. De Ungvári Tamás, aki szintén Fulbright professzor volt, egyébként szintén Kaliforniában, ő azt írja a visszaemlékezéseiben, hogy nagyjából egy pártos emberre, egy pártos pártjelölt ösztöndíjra kellett egy, aki ugye nem pártos volt egyébként, hogy a magyar férfi... És ő melyik kategóriába tartozott vajon? Ungvári Tamás. Jó. Ő magán értelemszerűen a párton kívül. Jóval lett ember később, szóval nem bármi túlan mondom ezt neki. Tehát ugye az is már egy kétséges volt, hogy ki a párt által támogatott, vagy jóvá hagyott, és ki az, aki pedig hát nem, csak éppen elfogadott, mert az amerikaiak azért nem akarnak. Ugye, mert az amerikai vízumban azért ott benne voltak ilyen kérdések még akkor, hogy tagja volt-e olyan szervezetnek, amelyik ugye felforgató amerikai társadalmi rendet meg akarja dönteni, stb. Aki meg pártag volt, ez, ha nem vallotta be, akkor kirúgták a hangkiderült is, vagy már besengedték. Szóval, tehát most akkor vegyük fel, hogy Berenti Iván vagy Ránki György, ő a párt jóváhagyásával ment, minden bizonyban. Na most ő melyik kvótába tartozik, a párt kvótába vagy a párton kívüli kvótába? Szóval nehéz eldönteni. De itt volt egy fordulat azért, hogy kezdetben kutatói ösztöndíjak voltak is, a Ford Foundation volt a másik a Fulbright mellett, tehát ahhoz mondjuk kellett egy működő angol tudás megérteni, angol beszélni, olvasni, stb. De ez is az amerikaiaknak a nagyon helyes ötlete volt, és látva, hogy Magyarország egy nyitottabb ország, hogy hát jöjjenek Magyarországról tanítani is. És én úgy tudom, hogy előttem és Kotolányi nyújt, tehát ami 84-es kiutazások előtt erre nem volt precedens. Azért, mert hát a magyar tudósok, kutatók azért annyira jók nem voltak angol nyelven, hogy kutassák. Mondjuk el tudom képzelni, hogy néhány természettudós az vállalta is, és ott tudja, a szakmai tudás lényegesebb, mint a nyelvi tudás. Tehát még kaptam egy ötletet egy budapesti amerikai diplomatától, hogy Kodolányi Gyula, angol szakos barátom, 61 óta barátom volt, és egy szűkebb baráti körben is együtt voltunk, és tehát jött ez az ötlet, ő így is Gyula veje, mindenkinek tudja, és hát ezért ő neki nagyobb élő kapcsolata volt a
budapesti diplomatákkal is, vagy főleg újságírókkal ide látogattak, Illyés Gyulának, fordítolmásról, stb. Stb. Szóval a lényeg az, hogy én azt tapasztaltam, hogy éppen Péter László lévén volt egy angol diplomata házaspár, akikkel én nagyon jó viszonyba kerültem 60-as évek végén, 71-ben. De az egy egyedi dolog volt, és meglehetősen sok titkosszolgálati jelentés is készült a mi barátságunkról és találkozásainkról. Fogyas akkor a Fingerek professzorsággal, és hogy a kaliforniai magyar cserkészekkel is kapcsolatba kerültél, és azt, hogy miként tanítottad, miként lehet tanítani a kaliforniai gyáraknak Közép-Európa történetét. Igen. Számomra nem azt mondom, dilemma volt, de szembe kellett néznem azzal, hogy hát azért minket valószínűleg megfigyelnek innen Magyarországról, illetve a washingtoni magyar követség. Hát azt tudták, hát ugye, szóval egy tehát beszervezési kísérlet nem volt. Minden külföldre menőnek alá kellett írni egy olyan szöveget, hogy ha a népdemokrácia vagy ellenséges személyek tevékenységet tapasztalok, azt jelentsem. Most ezt én nyugodtan aláírhattam. Gondoltam, hogy nem fogok ilyet tapasztalni. Most azt nem gondolkoztam, hogy ha ilyet tapasztalok, akkor jelentem, vagy nem. Nem igen terveztem volna jelenteni, de hát tehát annyira szem előtt voltunk, hogy a washingtoni követség két diplomatája meglátogatott Podolyányiságem még az első évben. Hát amikor bejelentették, hogy jönnek, akkor éltünk is azzal, hogy mondtuk, hogy hát sajnos itt borzasztó kevés könyv van a könyvtárban, ami a magyar kultúráról szól, úgyhogy hát akkor jöjjenek, hogy hozzanak egy könyvadományt. És akkor hoztak is többek között egy nagy ország szótárat, de hát más könyveket is szépen. Tehát ugye, hogy azért szemelet vagyunk, vagy aztán ki tudja, hogy a magyar körökben is hát biztos van beépített ember. Én ott a templomban miket mondok, ezt is, stb. Tehát a lényeg az, hogy hogy fogom én a legmodernebb történetet megütani. És hát akkor azt gondoltam, hogy hát elég az, hogy azért Magyarországon az ember nem beszél hát nyilvánosan, teljesen szabadon. Tehát az én feladatom, amikor 45 utáni történetet tanítok, én nem fogom félrevezetni az amerikai diákjaimat. Lesz, ami lesz, én azt mondom, amit tudok, ami alátámaszható tudományosan is, és ami a saját lelkiismeretemben összhangban van. És ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy lényegében 45 utáni Közép-Európa történetének a vezérmotívuma az én eladásomban az volt, hogy a kommunista rendszert ezekre az országokra ráerőltették. Három kísérlet volt, hogy ezen változtasson, mindegyiket a nép nagyrészt támogatta, a magyar 56, a 68 és a 80-81-es szolidaritás. És hát ezeket ugye a hatalmi erők elfogyották, leverték. Én ezt így fogom tanítani, hogy ahogy én láttam, vagy részben, ahogy átéltem. Úgyhogy hát ebből sem lehet, hogy úgy mondjam, kellemetlenségem. Föltételezem azért, hogy annyira nem is működött a rendszer behatóan, mint most az én óráimra bejutottak volna valakit, aki besugó volt, és hát a diákjaim nem voltak. Úgyhogy lényegében ez a alapja, a másik pedig ugye áll az, hogy említettem, hogy rendkívül jól fogadtak engem is, hát a Gyulát is persze, a kollégák, úgyhogy tulajdonképpen én azóta is azt mondom, hogy én Amerikát nem nagy követként, vagy nem is történészként könyvekből ismertem meg, hanem Amerikában élve. Ez az ösztöndíj ezért rendkívül szerint volt. Öt tagú családdal kellett élnünk $2000 havi ösztöndíjból, úgyhogy $700 volt csak a lakásunk, egy szerény lakás. Úgyhogy nem volt ez. És ugye nem volt bankszámla, nem volt otthon tartalék, nem volt rokonság, szóval ebből a pénzből kellett kijönnünk. Az autó elromlik, akkor sem tudom. De hogy ettől függetlenül, szóval, hogy mennyi baráti meg, rögtön meghívtak a kollégát. Nem azt, a kollégát nem azt gondolták, hogy most a rendszerinten kiküldött embereket, akik majd az amerikai rendszert aláássák, hanem hogy ezek kollégák, akik egy kommunista országból jöttek, nagyon hamar hát nem is gondolták, hogy ezek kommunisták lehetnek, és nagyon jó szakmai
és emberi kapcsolatok jöttek létre. És még azt is el kell mondanom, hogy ami szintén meglepett, hogy ezen a kis, viszonylag kis egyetemen, a gyönyörű városban, Santa Barbara, mennyi olyan találós. Én nem tudom, hogy számolom a hátteret, de azért ezt emberül titkolják, ezek nagy részben magyar zsidó volt. És ezekkel voltam a legjobb viszonyban. Azért, mert ezek tulajdonképpen magyar emberek voltak, ők minket is nagyon befogadtak, és kölcsönösen, úgyhogy vacsorák, és szóval nagyon nagy beszélgetések voltak. Miképpen láttad Magyarország helyét, irányát 1990-es évek elején az Antal kormány, tehát aztán Boros kormány külügyminisztereként. Egy olyan helyzetben, amikor azért Magyarország presztízse egyébként példátlanul nagy volt, hiszen mondhatni, hogy Magyarország pozitív példát jelentett 1990-es évek elején más közép Magyarországoknak. Igen. Hát erről azért itt különböző interjúk révén már sok mindenki szól, sok mindent elmondtam, úgyhogy itt tudok rövid is lenni. Tehát hazaérkezésem 86 végén volt, akkor azért már itt a szellemi légkör eléggé forrongó volt, már túl vagyunk a monolit találkozón, amit Amerikából követtem. Jó, néhány barátom, vagy pláne Kodolányos barátai részt vettek ezeken, és az én korábbi baráti körömből is Kis Gyé Csaba, aki ismertem, hogy az MDF-nek egyik én alapító atyái közé tartozik. Úgyhogy hazajövetelemkor rögtön azt láttam, hogy hát itt most már valami izgalmas időszak van, és 87. szeptemberében, nem mondta a révén, mert egy más körben volt és nem is volt akkor Pesten, de az első lakiteleki találkozóra engem is meghívtak, részt vettem. Szeméppen talán Benda Kálmánt is invittem oda autóval, de Kunszabó Ferenc, ő is a téthantomban volt, ami az a bajkő jutunkból tudtunk venni egy autót. Szóval, és akkor senki nem gondolta azt még, hogy most ebből egy kormány fogunk kialakítani, de az értelmiségnek megvan a feladata is, amikor valami lehetőséget látunk a helyzet javítására, akár radikális javítására, ebben részt kell lennünk. Úgyhogy így lettem aztán hát egy évvel később a pártállakuláskor egyik alapítótag, ott már Antal József is ott volt, csak azért azt tudom, hogy tehát Antal ugye ismert módon Csóri Sándor révén, hát szoros kapcsolatban az NDF alapítótóival, de hát őt ugye apja révén a kisgazdák szerették volna megnyerni, a kereszténydemokraták pedig azt mondták, hogy ő lehet a aki fölviszi őket, és te. Úgyhogy, de hát Antal ismert módon, és mondjuk azt kell mondani, körülnézve, mert azt láttam, hogy az MDF-et lehet olyanná formálni, amilyen ő szeretné, tehát egy jó középpolgári pártá. Antal személyében azért, hát ha úgy tetszik, ugye mi nem azt a szót, ha szeretjük, de hogy antifasiszta, szóval egy antináci, ugye az édesapja, ugye második világháborúban lengyel és más menekültek amerikai angol hadifoglyokig ide szöktek Magyarországról, és hát egy alba sem kitüntetettje. Szóval úgyhogy itt nem volt, nem merülhetett fel komolyan az, hogy az MDF Antal vezetésével az a Horthy korszakot akarja visszahozni. Hát az Antal családban, Antalnak a nagyapja, ahogy itt hallottam a családban, azt mondta, hogy mindig mondja, hogy Horthyról, hogy szegény szanár kormányzó. Úgyhogy, de hát ebben ez egy mondva csinált ág volt, hogy itt általános volt, hogy hát mi restaurálnak vagyunk a Horthy korszakot. De nem csak ez a, tehát a kisgazdapárt a Horthy korszak ellenzéke volt, Antal, idősebb Antal a kisgazdapárt alapító tagja volt. Úgyhogy, tehát nem csak a német orientációval szemben az angol száz orientáció volt bennünk, hanem hát természetesen benne volt is, hogy hát ugye 47-48-ra ugye a magyar demokráciát a Szovjetunió befolyások, beavatkozása folytotta meg, és hát nyilvánvalóan mi egy európai demokrácia akarunk lenni. De benne volt, és talán ez még fontosabb, hogy a
ami azért ott van a magyar, ott hagyományában, különösen a két háború közötti magyar gondolkodásban, ha nem is általános, hogy a szomszédokkal nem háborúzni kell, nem perlekedni kell, hanem korrekt jó viszonyra törekedni, és ha nem is várhatjuk, hogy ebből automatikusan következzen a magyarok, ottani magyarok helyzetének javítása, de ha ők, a szomszédaink is hozzánk hasonlóan nyugati, ha úgy tetszik, igenis liberális demokráciák lesznek, azzal nem fér össze a magyar és más kisebbségek elnyomása. Hiszen itt vannak a nyugat-európai példák, az akkor végleges formát öltő dél-tiroli rendezés, de hát a kevésbé ismert belgiumi 60 ezer német, dán-német határól Schleswig, vagy Holland szigetek, ugye svéd nyelvű sziget Finnországban a svéd második hivatalos nyelv, szóval mai napig is azt gondolom, hogy ez nem egy naív illúzió volt, hanem egy reális, mert sajnos bennem vált, vagy csak részben megvalósult gyakorlat lett, hogy a szomszédaink, ha valódi demokráciák, akkor tisztességesekkel bánniuk a magyar és egyéb kisebbségekkel. És hát ebben többet vártunk, ez tagadhatatlan, de azért azt hiszem, hogy azért ez maradt, ez helyes irányzat volt, és hát ez lehetne egy tartósan is a magyar külpolitikának egyik alapja. Beszélhessünk a napjaink Magyarországának elveszett presztízséről, hiszen azt láthatjuk, hogy pont most az orosz-ukrán háború miatt a korábbi főszövetséges Lengyelország is, legalábbis a lengyel közvélemény Magyarország ellen fordul. Miképpen látod ezt a mai elveszett presztízst, és ennek milyen következményei lehetnek, hogy távlatilag a nemzetközi politikában, hiszen azt tudjuk, hogy a korábbi elveszett presztízsnek igenis lettek az első világháború utáni. Hát nyilván, hogy nem kisebb, igen. Hát ugye ez egy olyan téma, amiről még egy jó másfél órát beszélgethetnénk. Van fórum, én nem szívesen megyek, erről is beszélek, és egyúttal ezt a könyvemet is szívesen propagálom, hogy azért a történelem is biztos tanulságot generálni, persze nem napi politikát megyek, de azért szerintem egyáltalán egyértelműen levonható ennek különösen új kiadásából, ami egy egyharmaddal bővült a korábbi első kettőhöz képest. Tehát az, hogy a nemzetközi megítélés, annak ilyen gazdasági, politikai, katonai következményei lehetnek és vannak, azt ez a könyvem is történelmi mindenképpen igazolja, és a mai viszonyok is igazolják. Na most persze sajnos ez a presztízs elvesztése, feleségem még már évek óta mondja, hogy hát írhatom a második, vagy írhatom a folytatást. Én azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt nem én írom, ezt a Orbán Viktor írja. Sajnos, és ez nem ma kezdte írni. Később akkor, amikor ugye Paks 2, meg titkosított szerződés, és a rendszeres baráti látogatások. Szóval ugye engem több minden kritikusává tett Orbán nagykövetéből, konkrétan a norvégokkal, egy jogközép kormánnyal, egy teljesen jogtalan, alaptalan szakítás, de alapjában véve én nem a keleti nyitás ellenem gondolatát, bár szkeptikus voltam azért ezzel szemben, de ezt az orientációváltást szóval én szerintem egy szövetséges, ha már ilyen szerencsések vagyunk, hogy végre egy ilyen stabil, erős szövetségnek és egy ilyen rendkívül jól működő, vagy legős ígéretes gazdasági politikai szervezetnek a tagjai, mint az Európai Unió, ez egy hatalmas történelmi eredmény, és ezt kockáztatni, veszélyeztetni, gyengíteni bűn. Úgyhogy tehát ezt a, ha ez hintapolitika, az általában nem erőtlenyes, és nem a kállai kormányra kell, ott nem volt egy lehetőségei, az erdélyi fejedelmek, és a hintapolitikának a vége az, hogy Erdély tönkrement, és még a magyar lakosság is ugye a román alá szorult. Úgyhogy tehát legyünk jó szövetségesek, akkor még azért lehet a saját érdekeket jól képviselni, szövetkezhetünk akár jogosan a speciális érdekekhez Közép-Európával, Visegrádiakkal azon túlmenően, de
nem a nyugat ellen. És hát ez most aztán egészen súlyossá vált, tehát azzal, hogy jó, lehetett volna rosszabb is, hogyha a háború kitörése után is mi Oroszországnak az igazát hirdetjük, mert hát ez szerencsére nem történt meg, de hát szépen a táborban, a Fidesz táborában, hát azért látja mindenki is, nem akkor vegye észre, hogy ott egy olyan számon is megdöbbentő orosz barátság van. Jó, mert az is meglepett, hogy nekem van olyan nálam idősebb 56-os nemzetőr, aki már nekem nagyon dicsértek úgy itt az elmúlt években. Ez egy fokozatos dolog, ez is egy agymosás eredménye. Tehát, hogy 56 nemzetőr, most ne beszéljünk 1849-ről, nem orosz ellenesség, hát én nem vagyok orosz ellenesség, nagyon jó viszonyban voltunk Jelcinnel, én Jelcin külügyminiszterével, Kozirjával, aki most Floridában él, nem véletlenül. De hát ő mégiscsak az, hogy honnan érheti majd Magyarországot fenyegetés. És most van egy nagyhatalom, amelyik katonailag nagyon erős, és hát látható módon nem habozik fegyverhez nyúlni, amikor vitája van a szomszédokkal, és evidencia, hogy ez csak ürügyek, hogy ukrajnai oroszok vagy. Nem, hát ugye látható módon Ukrajna nem. Meglepő módon talán, de gyönyörű módon az orosz nyelvű ukrán állampolgárok legtöbbsége hát az orosz invázió ellen harcol, nem csak hogy nem ül neki. Úgyhogy, és hát van látható, hogy hát azért a visegrádiak nem, az Európai Unió ellen már azért nem működött igazán a visegrád az elmúlt években, és most ebben pedig a V4-ből V1 lett. A lengyelek teljesen érthető és a múltjukból, meg hát észszerű, mindenből fakadó, egyértelmű állásfoglalása után ezzel a Orbán Kaczynszki lengyel barátság ez véget ért. Ide jön ugye a korábbi lengyel miniszterelnök, aki egyébként, még a Fidesz a Európai Néppárt tagja volt, akkor pártársa volt, ugye? És a Lengyel Polgári Fórum, az az Európai Néppárt tagja, annak a újraelnöke, ahogy aki az Európai Néppártnak volt az elnöke, Donald Tusk, ugye ő az ellenzék mellett, úgy tetszik kampányol, úgyhogy ilyen elszigetelt Magyarország a történelemben visszatekintve, hát talán soha nem volt, hát nem hasonlítható a régmúlt a mai modernkori viszonyokkal, de hát ugye voltunk tagjai a Hármas Szövetségnek, voltunk tagjai sajnálatos módon, de hát mégis sorstársakkal, vagy ha úgy tetszik, bűntársakkal együtt a háromhatalmi egyezménynek, tehát mindenképpen a pódium, nem, valójában nem voltunk utolsó csatlós, hát hiszen formálisan Szlovákia tovább tartott ki Hitler mellett, mint Magyarország, meg Horvátország is, de hát ma a Szerbia az egyetlen, aki ugye látható módon Putyinnal rokon szenvez, de még úgyhogy ezt azért számomra nem felejtik el szerintem. És még hogyha a válság, a háború kitörése után Orbán feladva az eddigi minden orosz vagy Putyin barátságot egyértelműen fordított volna, vagy akár mint Jansza, a szlovén miniszterelnök, ugye ő is elmegy Kijevbe, akkor elfelejtették volna, és akkor ezeket az Európai Uniós paraszokat is, hát akkor Magyarország is valószínűleg orvosolta volna, hogy a lengyelek orvosolják. Úgyhogy de hát ezt a választó nem látja, legalábbis a választók nagy része nem látja, nem érzékeny rá, úgyhogy sajnos én így látom. Én 35 évig voltam diplomata, és ebből a 35 évből, hát 4 év a te miniszterségedre esett. És akkoriban, amikor te a minisztérium élén kerültél, egy idő után az lett a róla kialakult vélemény a zöm. A régiek között. Igen, hogy te tisztességes ember vagy, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy népszerű is voltál a külügyesek között. Nem mindenkinek, de a zömnek ez volt a véleménye.
azt szeretném kérdezni, mivel voltál kedves néhány személyes jellegű élményedet is megosztani, hogy amikor első nap beléptél a külügyminisztériumba, a Kádár rendszernek az egyik politikai, jól működő politikai minisztériumában, milyen gondolataid, milyen érzéseid, milyen várakozásod volt, hogyha ilyen rövid a válasz. Igen, igen. Hosszabb, könnyebb válaszolni elmit röviden, de azért rövid is lehet. És az, hogy én mikor ugye a közgázon, a diplomata képzésben ugye részt vettem, akkor első benyomásom az volt, hogy hát szörnyű ez a külügy, ez egy nagyon vonalas hely, és hát azok a diákjaim, akik oda kerültek, azok is azért nagyjából megerősítették azt, hogy hát akik Moszkvában végeztek, azoknak nagy előnye van, aki a pártközpontból jött vagy oda ment, azoknak is előnyük van a többi külügyessel szemben. De az is érdekes volt, és 88 körül már az is látható volt, hogy a külügyben egy fordulat van. Ugye a külügy élére állt ezeknek a, vagy mondjuk hát végrehajtója volt ezeknek a lépéseknek, hogy Izraellel helyreálltjuk a diplomáciai viszont, elismerjük Dél-Afrikát, elismerjük Dél-Koreát, szóval ugye és az tehát persze a németek kiengedése. Tehát a külföldön legnagyobb szenzációt jelentő lépések azok már a Magyar Külügyminisztériumhoz tartoztak, ugye ahhoz kapcsolódtak. Úgyhogy én akkor és aztán hát azért, akkor persze már 89-ben részben a MDF-es pozíció miatt is már mindenféle rendezvényre hívtak, és hát akkor én már néhány mondjuk rangosabb külügyes emberrel, mint egy Gyarmat Iskás, a többiek személyesen is megismerkedtem. Meg azt is mondhatom, hogy mikor dékán lettem, bekopogott hozzám egy ismeretlen úr, az Elveszett Presztízs első kiadását szorongatva, hogy kéri, hogy dedikáljon. Hát ő készült Londonban, hogy követtek. Úgyhogy, tehát a lényeg az, hogy én amikor beléptem, már nem azt láttam, hogy ez a kádári hatalomnak a Szovjetuniót maximálisan kiszolgáló létesítménye, amikor ebben talán mondhatjuk, hogy az volt, hanem itt a reform, ahogy tetszik, a reform kommunistáknak itt nagyon erős hatalásai vannak, és hát Somogyi Ferenc volt az átadásnak a korrekt végrehajtója, akkor ugye Tabai Nénő, hogy a pártközpontban volt, de a Szokai Imre, tehát aki a külügybe került, szóval a határon túli magyarok ügyében, különösen Erdély magyarság ügyében a pártkon belüli, hát ugye az rokonszemes irányzatnak ott voltak a képviselői. Úgyhogy, ahogy aztán mondta, ki is mondta az első nagykövet értekezeten, hogy mi tiszta lapot kínálunk mindenkinek, akit nem érzi jól magát, vagy nem osztja a kormánynak a magatartás, az menjen el. Hát volt, akik már korábban elmentek, akiknek volt okuk rá, hogy elmenjenek. Úgyhogy én egészében véve utólag is úgy láttam, hogy helyes volt az én eljárásom. Voltak, akik azért, amikor azt látták, hogy az MDF gyengül, és más kormány várható majd, akkor azért már kifelé is tekintettek. Hát ez érthető végül is. De szóval én súlyos illojalitással nem találkoztam, és hát sok régi ügyes, köztük olyan is, nem sok lépett be az MSZP-be, de volt, aki belépett, ide ilyet is nagykövetnek küldtem Tájföldre. Szóval aki szakmailag jó volt, és azokat én nagyon értékeltem. Teljesen megfelel a valóságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. És köszönjük szépen a részleteket, és hogy ezeket tőlem. Hát én örültem a beszélgetésre. Köszönöm.